sértelek meg benneteket, meg nem használom a mikrofonot, mert van a láttámasztásom. Én egy másik sportákból jöttem ki, ezt a másik kisnak kosárlabdáztam versenyszerűen, abból értem Zetébe, Őrmenden, meg Falkóba játszottam, és testnevelő tanárként végeztem biológia szak mellett, tehát is tanulok, én is abban hiszek, mert azért vagytok ti is itt, hogy egy picit tanuljunk, hozzátegyünk esetleg az eddigi tapasztalatainkhoz, vagy újra gondoljuk. A négy külmesszereket is tapsot kérni, ők fognak segíteni. A gyakorlatilag is nagyon jó szívvel tettem eleget itt a Labda Szövetség felkérésének, hogy egy picit itt a koordinációs létrák gyakorlati alkalmazásáról beszéljünk egy picit. Olyan abban szerencsés helyzet vagyok, hogy egy 9 évvel ezelőtt a gyerekkori edzőmeccsen ezt most Ferenccel kezdtünk gondolkodni a kutil alapú létrák továbbfejlesztésén, és amit megalkottunk, ezt hoztam saját szabadalom, és ennek a műanyag használatáról fogunk egy picit beszélni. Én azt gondolom, hogy ennek a szakirodalma elég hiányos volt, ezért írtunk mi két könyvet, ezzel indultunk el, ezt majd körbeadom egy picit bele lehet fukkantani, szerintem egy páran ismertétek már. Megpróbáltunk rendszerezni egy picit a gyakorlatok típusait és gondolatokat ébreszteni. Én azt gondolom, hogy minden sportákban, vagy minden testnevelő kollégának vannak előismeretei, ami ugye a népi játékokból, az ugróiskolából táplálkozik, és ezt egy picit még próbáltuk formai keretbe önteni, és csináltunk hozzá egy rajzírást, ami lényegesen egyszerű, mint a szaknyelv és a gimnasztikai leírások, akivel már találkoztunk, ott elmondtuk, hogy a lábak jelölik az alsó végtagot, a kezek a felső végtagot, hogyha a két lába vagy két kézben azonos szám szerepel, akkor egy idejű leérkezésről beszélünk, ha a különböző számok, akkor pedig egy időbeli eltolódásról tudunk beszélni, és így nagyon-nagyon könnyen értelmezhető, akár nektek is, akár az olyan gyerkőcöknek, akik már hajlandóak arra, hogy önállóan dolgozzanak, és körülbelül ennyi. A másik könyvet azt pedig kijutottunk Németországba a CISZPÓ-ra, az Európa legnagyobb sport és szabadidős vásárra, és három évvel ezelőtt a vásár 27 éves történetében először magyar zsűrizett termék első döntősök lettünk, és utána az adott olyan impulzust, hogy ha már elindult a minden a most testnevelés, testnevelőként szerintem ti is tapasztaltátok, hogy nem biztos, hogy mi vagyunk a tantestület legjobban megbecsült szegmense, és egy picit én és a kollégám is szerettük volna megmutatni azt, hogy a testnevelés több, mint a testnevelés. Hogy mennyi képességet, mennyi részképességet tudunk fejleszteni mozgás által. Abban a szerencsés helyzetben, hogy dolgozom még másképp működő gyerkőcökkel, meg fiatal felnőttekkel, meg felnőttekkel, akadályozott embertársakkal, és ott is a terápiás kezelésekben, illetve a korrekciókban nagyon nagy szerepet játszik a mozgás. És ebben a könyvben, a kis alakú könyvben megpróbáltuk egy picit megmutatni, hogy hogyan tudnánk megnyerni az alsó tanítónéniket annak, hogy mozogjunk és merjünk mozogva tanulni. Ott arra írtunk, hogy lehet matekot, informatikát, anyanyelvet, néptáncot és éneket tanulni mozgással. És én dolgozom, hál' Isten, egész picikkel az a nagy szerelmi felosztályozódásuk, és ott az volt a tapasztalataim, most már 15 éve dolgozunk, hogy a mozgástanulás szempontjában az odikban elvan. Bekerülünk a sodikba, nagyon nagy váltás, mind érzelmileg, mind kognitív gondolkodásban gyerkőzőknek, és sajnos a fizikai képességek, a mozgós képességek fejlesztése nem mindig a legjobb kezekben van, ezért próbálunk egy pici segítséget adni abban a 6-10 éves korosztályban, hiszen itt is a ti munkátok is általában 8-14 éves korosztályhoz köthető, és edzés elméletből azt tanultuk, tudjuk, tapasztaljuk, hogy azért a 8-12 éves korosztály esetében a fizikai paraméterek fejlesztés, hogy ez a mozgástanulás világkorának nevezhetjük, itt vannak a különböző szenzibilis platók, akár a kondicionális, akár a koordinációs képességek tárházának vizsgálat alapján. Ha ezekben a korosztályokban megtesszük azokat a fejlesztéseket, ami szükséges, hogy nagyon kicsi energia bevitellel nagyon nagy hozadékot hozhatunk. Ha ezek elmaradnak, akkor utána szerintem sajnos tapasztaltátok, hogy egy 13-14 éves gyerkőznél, ha azzal kellene
nézzük, hogy, hogy, mi, hogy hol állnak a lányok, mert most találkoztunk először a neveket, azt igyekeztem elsajátítani, szerintem az lenni fog, jó, hogy én is igyekszem egy picit ilyen, ilyen gyakorlati oldalról megközelíteni, és szeretném, ha magatokat is megtapsoljátok, mert tényleg mindezik. Ritka volt, nem is nem most már van egy jó pár előadás mögöttem, ritka volt az ilyen aktivitás, ahogy dolgoztatok Sinivel. Hogy, hogy jöttetek, kérdeztetek, fölálltatok, és ez nagyon-nagyon klassz dolog, és azt gondolom, hogy ez lehet egy olyan hozadék, hogyha ha bele tudjuk rakni még egy kicsit a pedagógiát, és nem csak a technikát nézzük, hanem az, mindig az emberi oldalt. Én ebben hiszek hozzám a holisztika közelebb áll az, hogy testileg, értelmileg és érzelmileg stimuláljuk, fejlesztjük a sportolót, és ezt el szoktam mondani egy előadásokon, azt hiszem Kevin Dénesen, ugye nem tudom, mint a jelenlegőknek, nagyon sikeres sorozat kovácsa volt, és amikor megkérdezték tőle egy 25 éves interjúban, hogy Dénes mi a titkod, annyit mondott, hogy kilenc szeretne nevelni. És azt mondom, hogy nem van élem. Az, hogy mellette jó vízilabdázó lesz, jó röplakázó, jó bármit, az egy hozadék, az egy többet. Jó, és akkor még nem beszéltünk ugye arról, hogy közben jött egy sérülés, valami olyan inger, ami elviszi a sportolói pályafutásról, de attól azt szeretnénk elkerülni, hogy minél kevesebb deficittel induljunk az életben. Jó? Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket előre is, és akkor picit beszélt az eszközről, ki használta egy esélyétre? Egy pár, amikor használtatok, könnyű a használata. Jó. Mi is úgy alkottuk meg, hogy a lehető az eszköz, ugye ha már vannak az okos telefonok, van a már egy QR kód, de linkenten elvisz a honlapra. Jó, 9 négyzetből áll, amit elműjtünk. Jó, már az összekapcsolást is egyszerűen megoldani, illetve az anyagválasztásnál szórakoztunk, hogy minél biztonságosabb legyen, minél inkább flexibilis legyen, főleg itt a pici gyerekeknél, amikor a mozgástanulás kezdeti stádiumába járunk, akkor ugye sok a hiba, sok a bizonytalanság, félelmérzet, ezért próbáltuk úgy megalkotni az eszközt, hogyha beled vagy eltűnt, és akkor szírkódjon sípapantszerűen, vagy sírétszerűen, vagy leolt, és nagyon-nagyon egyszerűen lehet használni. A méretenek 45 cm, 9 darab, tehát egy 4 és fél méteres tartományban beszélünk, hogy miért ha lineáris sarakuk föl, miért lehet ennek jelentősége, mi a rögtön a pályamérete? 9-szer? Jó, és akkor ugye hányan helyezkednek el rajta? 6-an, ugye akkor ezt a 81 négyzetmétert kell nekünk elosztani 6-tal, hogy akkor abból jön ki kicsit lesarkítva azt, hogy 13,5 négyzetméterért felelős egy gyertőc, hogyha ezt a 4,5 métert megforgatjuk, akkor teszünk annál a átmérőjű bőrnél, meg amilyen területről beszélünk. Tehát mondjuk az edzésnél próbáljunk olyan gyakorlatokat is beépíteni, tehát természetesen életkornak megfelelően, ami a sportág specifikumához kapcsolódik. Jó, én nagyon röviden szeretném itt megmutatni, hogy milyen tematika alapján csoportosítunk mi a létrás gyakorlatokat. Jó, járások, lépések, ide bekapcsolunk létrizáló gyakorlatokat, illetve megpróbálunk egy picit érinteni, hogyan tudjuk ezt kiegészíteni téziszerekkel, megnézzük futásokat, szökeléseket, fordulatokkal, három sávba, jó, és akkor megnézzük, amit olyan Sünni utalt, hogy hogyan lehet nem csak az alsó végtag munkáját bekapcsolni, ugye itt az alsó végtag munkája a friss sportágakban, a jólabdában talán az egyik legdinamikusabb a labdajátékok közül, ha bár az új szabályok miatt változott a játék intenzitása, bármilyen csapatban megfigyelhető volt, hogy a játék gyorsult, itt is a játszmák hossza és lehet, hogy a mérkőzés során a 20 évvel ezelőtt érőt a mérkőzésekhez képest kevesebb felugrás számot végez a sportoló, viszont a játék nettó idejéhez képest lényegesen bőtett. Jó, most megnéztem ilyen nyugati statisztikákat, jó, hogy a módosul, de az a jó, hogyha merünk vitatkozni, meg véleményt formálni, jó, és kellett egy kicsit előzőbb járni, hogy elfogadjuk, hogy a hány ember a igazság. És mindig arra tudja törekedni, hogy megtaláljuk
kezdjük ezzel, hogy disziplinális munkával. Szerintem kimerjük, hogy jelenlegi először. Légy szíves. Hogy jó álltok? Tökéletes. Látjátok, így vagy? Bocsánat, akkor majd meg a jól csináljuk egy picit szembe is, meg hátra is dolgozunk. Jó? Ami... amire kéne növekedni, azt úgy javasolni, hogy ugye nagy többség vagy gyakorlatokat frontba végezzük előre haladásba, mi azt javasoljuk, hogy dolgozunk majd hátrafelé és oldalra is, jó, ez érzékletet fejleszt, idegrendszert, életét vissza csatolok a sinihez, hogy attól jobb kezes ütőn van, használjuk a másik oldalt is, mert a szimmetria és a beidegzés miatt ez fontos lenne. Csak annyit szeretnék kérni, hogy váltott-válta sétáljuk végig, jó? Egyik másikról nagyon fontos lenne, hogy a biciklő, hogy megszokjuk egyáltalán a tartományt, hogy mennyi. Jó, általában ez visszafelé is. Jó, gyere onnan, hogy gyorsabb legyen. Jó, általában ilyen négyes ismétlés számokat alkalmazunk. Jó, fontos lenne, hogy itt például nagyon egyszerű ritmus gyakorlatokat bekapcsoljunk, hiszen a röplabdában nagyon fontos az anticipáció, kiszámolja azt, hogy mikor mit kell lépnem, és megfelelő ritmusba, időbe, tárgyba érkezzek. Jó, minden lépésre tapsoljak ennyi. Jó, test előtt. Visszafelé úgy jöjjünk, hogy elő-hátra taps. Szuper. Menjünk arra felé, elő-hátra fej fölé. Tapsak még. Jó, nagy jöjjünk. Kisebb jelbőcöket, 13 vagy 4? 14, bocsánat, nem szedtem. Meg volna megsértek. Jó, pici gyerekeknél segíti az idegrendszert, az, hogyha mondjuk. És én mindig abban hiszek, hogy minél több inger éri az idegrendszert, annál sok oldalúban képzünk, annál később fog bekövetkezni a monotónia tűrés határ miatt egy inger átalakulás. Jó, azt szeretném kérni, hogy nézzük meg, hogy csak hátrafele sétálsz, jó? Jó, itt meg volt még, hogy egy picit hátra. Jó, ezeket majd lehet korrigálni, illetve hogyha folyamatában dolgozunk, akkor sokkal könnyebb dolgunk lesz, hogy nem rájön lesz, mert megyünk végre. Nézzük meg hátrafele, tapsal. Szupit, jó, és arra kéne törekedni, hogy vissza a sajátosságokból fakadóan próbáljuk kerülni az érintést, jó, hogy mindig próbáljunk a közepébe lépni. Milyen tanácsot tudnánk adni Lilinek, hogy hosszabb ideje legyen arra, hogy a megfelelő helyre tegye a lábát. Lassabban, nagyon jó. Aztán emelje a térdét, jó? Próbáljuk meg úgy csinálni, hogy fölhúzod felékig a lábadat, jó? Magasabból fogom indítani a mozgást, több időm lesz arra, hogy lekészítsem a lábamat a hátrafele mozgásban. Jó, tapsot azt elhagyhatjuk, jó? Csak nézzük meg, hogy... sima lottás, bemelegítő szakaszból, ugye keringésfokozás. Jó, azt mondjuk, hogy tapsa vagy ilyenre, állj be, mindenki marad, tehát aki mondjuk a lottásról fő a fogó, állj meg egy lábra. Jó, és akkor ott lehet kicsi egyensúly gyakorlatokat, ha bekapcsoltok esetleg, ha van annyi dinerpárnak, vagy szőnyegre is fölrakom, vagy filcre, vagy mezitláb játszom, vagy fövön, akkor mind egy picit lehet az egyensúlyt játszani. Jó? Most hány sávban valaki? Egy sávba haladunk. Ez egyrészt ilyen idegrendszeri sajátosság, hogyha saját gyermekeket vagy pici gyerekeket megnézünk, még általános iskola alsóba és elsőbe, másodikba fogó játékoknál nagyon gyakori az, hogy körbe-körbe megyünk. Jó, ez a idegrendszer sajátosságában fakad, hogy ilyen 5-6 éves korig úgynevezett csőlátás van, a köriseket csőnek fogható fel, hogy egyébként nem véletlenül használjuk itt a házasság szimbólumánál. És Isten igazából ezt nem a csüllátást sem tudom, hogy bezáródik, ha bár vannak ilyen irányú elvárások. Jó, annyi, hogy ezeket lehet generálni azt, hogy a tér minden irányában mozogjunk, hogyha ezeket szétszórtam, most miraknánk, hogy picikre lehet játszani, hogy barlangba futunk, virágra szállunk, bármi, és ugye a gyereknél, hogyha más
szerep nevet adok meg, akkor az neki az különböző játék. Tehát Tigris vagyok, Munka vagyok, Farkas vagyok, bármi. Jó? Lesz. Jó, piciknél nagyon szerencsés, hogy a helyes technikánál van egy picit, azt mondjuk, hogy hogy raktad a váltócipődet, zárjak mellé, jöhetsz visszafelé is. Ugye most szervezést, aminek, hogyha megnézem, ha oda-vissza megyek, akkor már megcsináltam a két oldalit, ha több eszközöm van, akkor mentek a másik irányba, a másik arcirányhatásra megyek. Jó, gyere légy szíves szemről. Jó, és annyit szemről. És nézzünk meg egy olyat, Henci, hogy kettőben kettőn, ez egy ilyen elég egyszerű gyakorlat, és nagyon sokféle belépek. Nagyon jó. Megnézzük ezt hátrafele is. Itt megint segít, hogyha mondom, haza. Csak sétálj vissza. Jó? Amit én szeretnék, hogy felnőtteknél is a vidámság a sose baj. Jó? Meg a játékosság. Jó? Attól, hogy profi sportol valaki, ugyanolyan primértárnok vagy. Tehát jó? Biztonságra várás, elismerés, bármi jó, egy picit ilyen hangulatén dolgokat. Megnézzük úgy, hogy ki kell vonni a kevesebbet a nagyobbot. Adjuk össze, jó? Ahogy a könnyebb lesz. 6, 7, 8, 7, 9. Jó, taps. Jó. Megkörüljük ide. Legérzétek egy morga hangnak a hölgyet. Serdülőkor, jó? Itt csúszhat el nagyon sok sportról. Megtaláljuk ebben a hangnak. Jó? Már nem gyerek, még nem felnőtt. Már lehet kérdezni. Megnőttünk, jó? Mindig ajánlom, hogy van ez az organikus fejlődés, annak csak a nem a kibővített változatát, de hogyha magatok egyébként érzelitek, hogy fejlődik, ugye az idegrendszer először, ő fejlődik a leggyorsabb ütemben, elér a csontrendszer egy picit üléssel, és benne van ugye, hogy az 5 éves kori megnyúlás és a pubertás volt a 12-13, és ugye itt ennél az idegrendszeri növekedés szinte lehetőzzük erre a csontos tengelyre, akkor ugye ott fog bekapcsolódni a neuroendokrin rendszer, ugye a hormonális változások, és itt a lányoknál a biológiai érés az mindig egy picit jobban felborítja az addigi elkészült személyiséget. Nagyon szépen köszönöm. Jó? Csak itt lehet szórakozni, hogy szózókoztok bármi olyan dologgal, jó? És én azt mondom, hogy nem lenne baj, hogyha olyan sportokat nevelnénk, akik fejre is rendben vannak. Jó? Ezek ilyen picit játékos dolgok, de tudunk érinteni más területeket, és valószínűleg kevésbé fogja zavarni majd az, hogy reméljük, hogy lányok és 500 nézőt fognak játszani, egy bekiabálás, egy bármi, tehát egy picit már ez a mentális tréning felé fordulunk, vagy csúszunk. Akkor jöjjön a Linda, és jön a másik Vini. Gyertek! Jó, hogy nagyon fontos a csapatsportágok az, hogy nekünk egy kicsit együtt működni. Jó, ti is próbáljátok kérni előre ezt a kettőben tegyünket, hogy oldalról indulunk. Jó. Sétál vissza, még egyszer nézzük meg.
használni a létrát, és kontaktba függetlenül, hogy összerakom mondjuk a négy sárgát, ha kiértél a sárgával, akkor induljon. Jó, és akkor ezzel megint a saját figyelmet összefekezik fejleszteni. Azt szeretném kérni majd, hogyha a harmadik négyzetre ér a illat, akkor induljál majd, és próbáljuk vele egy-egy menni. Jó, tehát mint hogyha egyszerre mozgunk, egy picit szinkronizál. Nem baj. Azt szeretném tőled kérni, jó? Hogy egy picit lassabban dolgoz, jó? Most nem a gyorsaságon lenne a tökéletes és nagyon szép technikával mentél, hanem arra, hogy tudja követni egy picit várni. Nehéz, mert tényleg most találkozunk először, jó? De azt mondom, mindig a sport egy közös nyelv. Az már a ti szakmaiságotokon fog múlni. Azt szeretném kérni, hogy a szabályozóknak az az, hogy az előtt rész hátra felé, illetve is előre felé, mikor ott beszáll, hát egy célra. Jó. Ha végig értél, akkor meg kell állni, és jönni visszafelé. Tehát bejössz előre, te rész hátra. Megnézzük a text. Sünni alapján ilyen segélyeszközt tudnánk itt bekapcsolni még. Lampát, ugye foghatjuk együtt, vagy karikaszót. Jó, választott így, jó szoknak arra. Jó. Játékokban a kommunikáció. Jó, főleg nálad, milyen, ugye, főleg ez strandrögibe lehet látni, hol a tévi lassításoknál mutatjuk a dolgokat. Jó, borzasztó fontos, illetve ugye a játék sajátossága az, hogy nagyon sokszor a játékosoknak, a pályán levő játékosoknak kell reagálni bizonyos taktikai húzásokra, ugye mert játszánk, mint egy időkérés lehet az, hogy provokáljuk, vagy egy törlést érjünk, vagy egy cipőkötést, az már megint a játék finomsága, de azt gondolom, hogy ez benne van. Jó? Jó, ugye akkor itt most sima lépésekről beszéltünk, amiről tényleg beszélni lépésről is fordulni egyszerűen a kollégák felé. Ugye itt többnyire egyelőre a szervez közelebbi lábbal indítottuk a mozgást. Jó, most csináljuk meg ugye a lépést, hogy a szervez távolodni volt, tehát bal lábbal fogsz indulni. Aha, csak lépegetek, jó? Csak itt a
test előtt is, ugye ráadásul meg is mondtátok, hogy előtt kereszt, és akkor nézzük egy hátul keresztet, azaz. Már abszolút alkalmazta is, hogy adja a mozgás ritmusa, és azt ugye itt is megint a törzset szépen lehet előkészíteni a forgatáshoz, amiről itt megint beszélt a kolléganő előttünk a fűtést, hogy ráforduljak szépen, lehet a idézőjelben a twistelést előkészíteni, mert visszafelé. Nagyon szuper, és akkor nézzük meg ezt szembe haladással. Jó? Elő keresztre menjünk csak, jó? Előre keresztre menjünk szembe. Jó? Jó, bocsánat. A másik, hogy a... Én közben úgy jól, azaz ki. Nagyon jó. Nagyon jó. Jó, jöhet meg hátra, keresztre, jöhet. Jó, ugye a tehetség kritériuma lesz majd, hogy milyen gyorsan tanulunk. Azt gondolom, hogy ügyes lányunk van szerencsét, köszönöm szépen Összekötjük, jó? Az, hogy ugye a játék közben is nem az van, hogy előre megyek, meg hátra megyek, hanem ezek a irányok váltakoznak, illetve elég kiszámíthatatlan, ugye, hogyha hálón megpattan a labda, borzasztó nagy sebességekről beszélünk már akár egy kitásnál, akár egy leütésnél, nagyon gyorsan kéne reagálni. Jó, annyit szeretnék kérni, hogy menjünk három előre keresztet, és utána jöjjünk kettő, három. Jó, nem egy végig, de teljesen rendben vannak. És amivel azt szeretném kérni, hogy jöhetsz visszafelé, és úgy mondom, hogy mit. Mondom, hogy mit. Teljesen jó, motivált játékosról beszélünk. Én meg lassan beszéltem. Szeretném kérni, hogy csináljuk úgy, hogy a sárgánál magasabbra ugorjál, jól fejlődjön, amikor a csonyabbra. És amikor a sárgánál lehet, amikor a sárgánál lehet. Jó, itt is jó volt, megmondom. A kérdés, amikor a sárgába lehet ki. Jó? Tehát így érdekli, hogy milyen legyen a kivitelezés. Van egy igényszint, hogy jól szeretnék csinálni a gyakorlatot. Most annyit szeretnék kérni, hogy hármat ugorjak előre lassan, utána három gyors szögdelés. Utána megint három lassú. Jó? Tehát tudok játszani a sebességgel is, ha itt még berakom a szinkronizálást, akkor megint egy teljesen más jellegű dolgot kapok. Ugye, aki középen gyorsul, utána lassul, tehát lehet szépen játszani. Jó? Na, maradj még egy kicsit. Menjünk akkor ennél a kettőben, mert mit azt csináltad az előbb? Jó? Gyere oldalra, légy szíves. Menjünk egyet végig volna felé. Jó? És visszafelé már próbáljuk jönni, hogy oldalra egy picit távolodjak, és ilyen gyorskori szerűen megállnak. Jó? Segít, jó, hogy amivel lehet javítani a munkák minőségét, az a kar használat. Jó? Nem tudom, kedvenc kinéztem egy fiatal férfi társam este a foci meccset, Real Madrid. Ugye ez a Ronaldo borzasztóan letisztult játékot produkál már, és meg lehet nézni, hogy 32 éves korára milyen fizikai állapotban van, valaki meg másnap elnézte a hollapot. Ólózós volt, az 2 méter 38 fölötte meg a labdát, ez azt jelenti, hogy egy normál belmagasságú lakásban ezt már nem tudta volna megcsinálni. A hát az 1.40-re volt a föld fölött. Jó, és ha az ő kész használatát megnézzük, egy picit eltér a többiekétől, tehát nem a klasszikus futómozdulat van, hanem inkább ez a korcsolyázó
szárus jó, de amit itt Csüni sugott, a gyerekekre csak egy picit, hogy egy picit a felnőttekkel szemben. Jó, a kényelmes helyzetben csücsüljetek egy picit nagyobb távolságra egymástól. Jó, hogy belérem a lábamban megközelítőleg maximális frekvenciát, akkor még a kézzel, kézmunkával tudok segíteni, illetve itt nálatok a röpinél, a lendületszerzésnél, legyen ez nyitásoknál, legyen az a sánchoz való felkészítésnél, nagyon nagy szerepe van a karmunkának, és printereknél is megnézték, hogy a karmunkával tudnak még egy picit hozzá tenni, illetve faragni az időeredményből. Azt hiszem, kérni, hogy bal kezet tegyük föl úgy, hogy ilyen üveg új szemmagasság, jó, jobb hátul. Jó, de a derékszőben hajlítva. Jó, és azt szeretném kérni, hogy úgy cseréljük, hogy a könyököm érjen a törzsemhez hozzá. Jó, tapsa. Aha, engedjük. Nem maradjuk, engedjük, följön majd egy picit a könyököt, jó? És szűkkel hozzuk, jó? Ne, mindig közelebb legyen a testünk. Ilyen pici dolgokkal lehet szépen iskolázni, ugye ha mindig, köszönöm, hogy álljátok fel, létszik, jó? Ugye nem mindegy, hogy melyik szakaszában vagyok a felkészülésen, a alapozói szakban vagyok, a formában vagyok, a versenyszak, csúcsra jár az első. Ugye alapozó időszakban ide berakok egy kilós kézisúzót, ha vidéken vagyok, megtöltök fogokkal egy kis lapon. Tehát mindig a rendelkezésre álló előforrásokat tudunk játszani, meg azt mondom, hogy a magyar ember kellően kreatív. Jó? Mindig visszajöttél? Jó? Nézzük, hogy itt belecsempészünk egy pici fordulatot már ebben. Jó? Azért ne felejtsük el, hogy ezt bemelegített állapotba kéne, egy 900 fokra forduljunk. Jó? Tehát amikor megcsináltam a Denben hitet, egy lába érkezett, hogy szembaszerre. Megnézzük ezt hátrafele. Jó, itt is tolás, szépen tudom, ilyen fordított lesz a sor, mert lábindítja a mozgást. Jó, köszönöm. A nehezíteni szeretnénk rajta, ugye most hány alátámasztási ponton volt? Négy. Ugye azt szeretnénk, hogy csináljunk instabil helyzeteket, akkor három alátámasztási pontot fogok generálni. Ez vagy úgy érem el, hogy sántalukázok. És itt már benne vannak a forgatások is, jó, hogy ha kívül tartott a lábát, és nagyon ügyes volt, mert nem kértem, hogy hozza be, tartotta az eredeti pozíciót, tehát megint visszatértünk oda, hogy rendben van fejbe, jöhet szokom meg, hogy két oldaliság miatt másik láb legyen föl. Szuper, köszönöm. Jó, most menjünk, hogy szemben van a kívül a lábát.
kézzel töltöm légy, és utána azonos vállat érintem. Nagyon jó. Jó, megfordulhatsz, szembe jövünk, és nem azonos oldalit fogom érinteni, hanem keresztbe. Jó, ez lesz a nehezebb. Mindig a tengelyen történő átnyúlások, azok a idegrendszer számára bonyolultabb feladat. Köszönöm, és akkor ugye itt, hogyha most még berakom a sárfarokát, de nem kínozzuk a fiatal hölgyet, akkor elhagyjuk. Jó, nézzünk meg egy picit, még nem tudjuk, hogy fejezzem. Jó, maradj akkor a felnőttek felé, légy színes, oldali ágban megyek, fekvőtámaszban leszek. Jó, a sárgában én egy fekvőtámasz. Jó, ő úgy fogja érzékelni, hogy csak a felébe kell egyenlni. Jó, aztán, hogyha megvan a megfelelő vállerő, meg törzs tónusa, akkor nyugodtan lehet tapsfekivel játszani egy picit, oda-vissza játékokban játszani ezzel egy kicsit. Jó, hogy én azt gondolom, hogy megvan a tudásuk, meg a kreativitásuk. Mint mondom, ez egy ilyen gondolati ébresztőnek számít elsősorban. Jó, nézzünk egy picit ilyen játékos dolgokat még, jó? Akkor így mondja a két időt, jó? Jó? Gyertek egy szert szemben. Jó? Egész közel jöjjünk. Jó? Egyszer egyik kézzel dobjuk, egyszer másikkal. Egy pattanás után meg kell fogni. Jó? Szemkész koordináció. Ha megvolt a jobb kéz, bal kéz, akkor lehet egyet hátra lépni. Jó? Megvolt, akkor lépj egyet hátra. Jó, és itt is megint az, hogy két kéz. Jó, ez piciknél élvezik ezt a dolgot. Kiesett, elment egy életet. Jó? Nehezik, majd meg picit. Jó? De ugye nem ültetjük le őket, mert az lenne a cél minden edzés, hogy minél több labdaérintés legyen, minél több aktivitás legyen. Jó? Mint a két négyzetbe bele kéne pattanra haszni. Jó? Úgy váltott kézzel? Legyen így. Ugye kell tervezni ennek a... Teljesen jó. Nagy, négy alatt alkalmazkodott a bucsi. Jó, ezeket... Mert még egy picit én ott tudok. Jó, ezeket a játékot egy picit ilyen frissítésnek, monotónia megtörésnek lehet számítani, hogy a misszáljon a krúzus, mert azért törökibe is azért játék közben vagy egy intenzívebb edzésnél vagy. Nagyon nem tudjuk visszaállni. Nincs rá idő labdamenetek között maximum. Nem itt, hanem edzésen, hogy egy picit frissítés. Az meg az időkérése. Tudom, játéknál 150-170-es púzus megy, és ugye rövidült a játék, meg gyorsult, amiről beszéltünk, hogy a labdameneteknek a 80%-a, de szerintem ezt jobban fogod tudni, hogy 5-8 másodpercen belül történik meg. A hosszabbnál is ugye 10 másodperces idő áll körülbelül rendelkezésre a forgásnak követően. Jó, köszönöm. Jó. Aztán, hogy ne csak a felső végtagot ügyesítsük. Jó, nagyon könnyen jöhetsz egy picit közelebb. Jó, itt át kéne rúgni lábbal. Azt itt, jó, hogyha hozzáér, ugye ha leveszem a kötőelemet, nagyon jó volt. Ha leveszem a kötőelemet, akkor könnyebben elcsúszik majd, ha neki megy, ha rajta van, akkor kevés tesik. Nagyon jó. Ugye egyszerűbb egyszer bal. Jó, és ez abszolút kampánymentes volt. Alsó egyenes nyitás, gurítás. Például. Azaz. Jó, akár röpiden is lehet. Jó, hozzunk egy több dobnát. Thank you.
négyzetem legyen, hogy a bal. Gyere. Nehogy, hogy rájusson a kezem. Cselezze, húzza meg a kezem. Jó? Tehát itt megint generál, köszönöm, instabil helyzeteket, reakciógyorsaság, reflexek, kicsi küzdés, megtudom azt, hogy forogjon, adott jelre egyik irány, másik irány, jó? Tehát abszolút rajtatok. Klasszikus fekete-fehér, különböző rajthelyzetekből berakom a labdát, jöjjek érte, jó? Tehát azt gondolom, hogy nagyon egyszerű, még egy formát szeretnék megmutatni, egy ilyen, köszönöm csajok. Jó, és akkor megnézzük, hogy mind a négyen, hogy tudunk így egyszerre dolgozni egy picit. Beszöktelek párosságot, jó, kettő csak, fölmegy pacsi, és jövök hátrafele párosságot. Ha visszaért, akkor indultok ti be, jó? Minél magasabban próbáljuk majd fej fölött. Azaz. Próbáld eltolni a másikat levegőbe egy picit. Azaz. Kerülés, vagy ója kerülés, hogy legyen rendes tét. Jó, mert ugye mindig egy rögzített helyzet után új pozíciót kéne elfoglalni játék közben, és az abszolút benne vajon nézzük, mert ugyanezt egy négyen fogunk egyszerre dolgozni, mindenki a másik kezébe fog facsizni. Jó, mehet. Ne forogjunk, jó, menjen csak, jó, minél magasabban próbáld meg figyelni kell. Jó, én azt gondolom, sajnos a mehetetlen, mert magyar ha elindul a gondolkodás egy picit tovább.
más jelent mindegyikön meg bizonyos fogalom, de kell ennek standardek, és én azt gondolom... Nyilván a lábát berakni a korunk helyett, ebbe kell beleérkeznie. Egy lépés kombináció után, ütőrálépés előtt, hogy áll a lába, hogy érkezik le, melyik kiragadni azokat a kockákat. Jó, tehát itt azt gondolom, hogy a fantázia, kreativitás tárház az nyitott, amit még szoktunk használni, illetve áradott meg az, grafikus, az eszköztérbeli voltak. Jó, hogy akár kárszerűen föl tudjuk rakni, amit fociztunk úgy kedvesével, de ez egy stabilabb forma, és különböző távolságokra, sorozatokrásoknál, akár kerüléseket, hogy fölfele húzunk. Mindig úgy van megcsinálva, hogy fölfele van egy ilyen szája a mutatványnak, jó, és úgy is igazából ugyanaz. Ja, ugyanaz, persze. Ha jössz egy picit, visszajössz meg a lényegéli. Elkérdezünk itt a dolgot, és akkor itt pont, amit csináljuk a teniszszemlázatára, jó, dob ki a lasztit, és minél többször át kéne húznod a teniszlabda alatt. Csak kidobod, és neked kéne ilyen halász szedni egy picit. Mindjárt összeg. Fölfele. És rámozom így az a dob. Ki tudja 6-7-szer. Megint mozdulatgyorsaság. Ugye hozzá kell helyezkednem, idomulnom kell az ingyelhez. Jó, ugyanúgy nálatok is a labda, hogy hova pattan, hova jön, folyamatosan kell. Nagyon jó. Jó, és már automatikusan lementem egy mentő helyzetbe, féltér. Jó? Mehet még egy aztán. Szólni, hogy szimmetrikusan csinálom egymáshez. Ez azt gondolom, ez már csak szervezés kérdése. Én körülbelül mennyire gondoltam, hogy tudjuk tartani az időt, és nagyon szépen köszönöm, Csajó, és gratulálom. Ez egyszerűen elkészültetek. Ha valakinek van kérdés, nagyon jó szívvel igyekszem megválaszolni. Hogyha a sportlétra 3D@gmail.com-ra írtok, akkor ott tudok, de ha gondoljátok, akkor szerintem egyszerű, hogy Ákosékon keresztül, hogyha jelzitek, akkor én fölküldöm ide a szövetségbe, és akkor egyszerű meg hát, ha lehet valami kedvezményt is elérni. Gmail.com 2093.100 forint.com, jó? De szerintem ezt fogjátok tudni 2000-ért kapni, és akkor itt a szövetségen állt meg, jó, hogy tényleg sportlétra 3D@gmail.com. Jó, a honlapunk az meg a vsl3d.com. De ha egy sportlétrát leültök, akkor úgy csináltuk meg a keresőket, hogy elvisz arra. Jó, vannak más sportágakból is kis videók, hogy a labdarúgó szövetséghez kezdtük el fejleszteni a prototípust, még az OTP Molgozsi programban, de használják meg a Kézilabda Akadémia, Kossállapában használják. PLC Militenisztel, ők a Kézilabda programban, de próbáljuk is szélesíteni, és én nagyon remélem, hogy majd egyszer így a NAD-ba is be tudunk súrrani, itt a főleg a kisalakú könyvnek a játékos dolgaival. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, további szép napot és sok örömet a gyerekeknek. Köszönöm.